Ez Mertz Tamás talán legféltettebb kincse. A korábbi vízilabdázónak 2000-ben a magyar válogatott tagjaként sikerült elhódítani az olimpiai aranyérmet Sydneyben. A válogatott későbbi szövetségi kapitánya most az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium diákjainak mesélt karrierjéről, az Akvese példaképek közelről előadás sorozatának legújabb vendégeként. Arra szeretnék egy kicsit fókuszáltatni mindenki számára, hogy motiváltak tudjanak lenni a hétköznapokban, találják meg azt a fajta célt, amit szeretnének az élettől, nagyon határozottan és nagyon keményen küzdjenek azok azért az álmokért, amiket maguk elé raknak, és legyenek sikeresek és boldog emberek. Mert Tamás elmondta, hosszú ideje figyelemmel kíséri a nyíregyházi vízilabda sportot, és jó véleménye van az Akvese szakmai munkájáról is. Az UV-s és az Akva között, a nyíregyházi vízilabda klub között nagyon jó kapcsolat van, testvérkapcsolat van, és az UVS, ami az egyik legkiemelkedőbb utánpótlás nevelő hely, segíti egyébként a munkát a tanácsadásban. Még Benedek Tibor idejében kezdődött ez, és azóta ugye Vince Balázs vette át ezt a szerepet, úgyhogy ez nagyon jó, hogy van egy ilyen segítség, aki tud utat mutatni. Tudom, ismerek is személyesen, van olyan játékos egyébként, aki innen az Akvából indult, azóta már a Debrecenben játszik, van személyes kapcsolatom is egyébként így a nyíregyházi klubvezetéssel is, akiket örömmel üdvözöltem itt az előbbi, hiszen ismerem őket személyesen. Úgyhogy nem ismeretlen számomra sem a város, sem a klub. Öröm, hogy most itt lehetek egyébként egy ilyen alkalommal. Az Akvese már több éve elindította a Példaképek közelről című előadás sorozatot. Több olimpiai érmes sportolót sikerült már ide csábítani, az Egyesület pedig szeretné folytatni a rendezvényt. Támogatónk a Dózsa Delikátesz ott áll mögöttünk, aki a rendezvényt támogatja, amit ezúton is köszönünk neki. Ez nem pályázati pénzből történik, hanem a szívügyünk. Mellette Pazonyi György olimpia kutatóval együtt dolgozik az Akva Sport Egyesület, és így együtt ez a két szervezet, cég megtalálta azt a közös nevezőt, hogy ezeket a rendezvényeket meg tudjuk szervezni itt Nyíregyházán, és nekünk tényleg ez a szívügyünk, és azért is dolgozunk, hogy itt minél több gyerekhez eljutassunk olyan sportolókat, hogy ebből erőt merítsenek. Mert Tamás a Kossuthban tartott előadását követően az Rínyi Ilona gimnáziumba is ellátogatott, majd a délután folyamán az Akvese csapatainak edzését is megtekintette.